nem beszólt a tejében. Sziasztok. 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 Ebben a mai videóban én is megpróbálom titeket, azaz érzem át csinálni. Közben ennél hoztam egy pontosan egy öt darab gyártyát. Az én kis kedvenc öklémet iszom. Már lát reggeli, vagy reggeli cappuccino ivászat. Nálom, pontosan a az a baj, hogy nyilván nekem se egyszerű és mit csinálni ezt, és próbálok én is, mármint megtanulni ezt is, érzem át csinálni, nem egyszerű. Nyilván azért nem egyszerű, mert nyilván eleve is nem csendesen vagyok, de nem nyom az utcán ki, de. És hát nyilván eleve, hogy ez a földet, ott ma már még nálott, nyilván csendes az utca, meg jó, vastagabb a fal. És az konkrétan nem annyira hallatszik, hogy már egy pár autó elmenjük, és minden az egy picit hallatszik, csak hát igazából az ablakon nem szabad ki, inkább a csukott szabad csak. Annyira nagyon érzékeny a Blue Yeti Blackout mikrofon, hogy valahogy meg kell valahogy mondani, hogy ne legyen baj. És akár a második tárgyunk az nem más, mint a pálcika. Taping hang. Tehát nagyjából ebből a pálcikából ennyi volt. És pedig most következő hang nem más, mint a... ezek a... én látjátok, az ujjaimmal csinálom meg, nem van egy pici kis körmem is. És akkor ezt is meg tudom csinálni. Ez nem más, mint a... amit minden reggel szoktam bevenni, mert mostanában vannak ilyen undorító vírus dolgok, bármibe is, mert bármilyen front időjárásokként, amikor mert én könnyen megfázok, meg ilyesmi, és hát nyilván ezt kéne inkább hogy hívják volna. De nagyjából most ennyi volt. Most pedig a doboz, például a nagyobb, a négyes, a nem más, mint a Blue Yeti Blackout-nak a fajta mikrofonja, tudom, kicsit poros. Tehát nyilván eleve is ezt a Blue Yeti Blackout mikrofont, ez pontosan egy hónapja kaptam
a Jézuskát karácsonyra, és azért is akartam, mert a mikrofon 900 az csak kondicilag tökre ment, és az egyáltalán nem volt jó. Nem tudom, hogy ti, hogy kommentben mit szólnátok egy ilyen hangért, hogy nem tudom mennyire. Ezért is elnézést kérek itt a gépháznak a szokásáért, de most egyébként eleve nincs nekem még saját laptopom, még ott tudjam használni, mert azt nyilván az nem nagyon zúg bele, csak max a számítógép az jobban, mert nyilván azt a cuccnak van ez ilyen olyan hangja, és nagyon érzékeny. Majd, nem is majd valamikor majd leszik az egy szívcsot is, hozzá a hajzéhez. Az utolsó tárgyunk, hanem más, mint a szélfogó. Na figyelj! Óvatosabban. Ez a szélfogónak a hangja. Ez is marom, hogy mit egy trigger. Szívesen mindenféleképpen megcsinálnám. Rá is ott voltam. Én a Natán is voltam.